Szóval, még eszméletednél vagy, életben vagy, és most jön az orkbarbárunk. Üdvözlő van rá, mert még a kívánságon is buktam miattad, úgyhogy szerintem... Jó, két fasz. Várjál! Nem tudom. Mesélő bácsi, tudok olyat csinálni, hogy reakcióként, vagy szabad cselekedetként, vagy ilyesmi, hogy oda dobom neki a nyakláncot? Hát szabad cselekedetként inkább beszélni, meg ilyen akciódókat. Az, hogy, hogy begyúrsz a páncélod alá, szükség ki alá, igaz, igaz, igaz. Nem. Megvan. Megvan. 8, 16. Jó. Nem kell. Nem kell. Összeesik Varendul eszméletlenül a földön. Te még mindig fröcsöksz. Én addig ütöm, amíg egyáltalán rakusok nem maradnak belőle. Akkor jön a következő csapás. Igen. És mivel eszméletlen vagy, azt már... Nem sok mindent kell rá csinálni, párszor még rácsapkodsz. Harmadik nem annyiából megállítom, lefogom. Jó. Azzal, hogy nyugalom, hé, elég, elég! Értem. Értem, jó. Az odaúgja szállni, akkor téged is csépel. Jó, attól még megpróbálom megállítani. Jó. Szerintem kérdezik. Hát ha hallhatod valami, hogy a háfélben, hogy próbálnak leállítani, de... Ott megy a dühöd. Hát igazából nem csak mindent tudtok csinálni. Most csak baltával támadtál. Hát én szeretnék elrohanni. Halála, pillanat, halála után a nyakában lévő világítás az így elhalt szépen. Majd magukhoz térnek az őrök, és végül kívülről kinyitják a bejárati ajtót, és onnan is jön be két őr. Mi történt? Azt látják, hogy ott püfölsz valamit a földön, de hát az nem a király, mert a király itt van. Ebből ugye szaladnak felcseréjét, próbálják bekötözni az orvost, mire itt az egész... Bekötözni az orvost, bocsánat! Ezt szaladnak felcseréjét, az megnézi majd, de hát most érted, ez már látni fogja, hogy nem tud mit csinálni vele. Mire ez egész az olyan, addig te is szépen lenyugszol az egész szituból. Elhoztátok Varendul fejét, végül... Darabokban. Viszont... ha csak nincsen valakinek nagyon jó beszélőkéje. A következő dolog, ami történik, hogy... Az, hogy én a meglevő Varendulunktól a kohort levelet, amit a kamunak adott oda, azt elveszem tőle. Oké. Viszont ahogy az őrök magukhoz térnek, és az ork is lenyugszik, lefognak titeket is. Két-két őr megy oda mindenkihez. Maguk bűnrészesek idehozták Varendult azért, hogy megölje a királyt. Ezért egész Szuzai, egész Kormér haragudni fog magukra. Most a börtönbe kerülnek és ott fognak megruhadni a halálok napjáig, ami pár hónapon belül esedékes, nyilvános akasztással, és lögdösnek el titeket a teremből. Csak egy szót szólhatok. Maguk szerint ki ölte meg Varendult, nem a király. Kérdezzék meg az összeesett társaikat. Ki próbálta meg megállítani? Hát egyelőre ugye mindenki most azzal vannak elfoglalva, hogy visznek titeket a börtönbe. Tudod milyennek ilyenkor a városőrök, nem feltétlenül hallgatnak a józan észre. Amikor a börtönbe lesz, akkor valószínűleg átgondolják a dolgokat. Most egyelőre... Dobhatok-e valami? Dobhatsz egy meggyőzést. Diplomácia. Azt. Várjál, plusz hatom, csak mondom, úgy jöldöm. Szóval, elkezdesz mondani, hogy de hát nem mi, hanem nézzék meg, hogy kicsoda ölhette meg akármit. Ők azonnal a tarkon vágnak, meg vizét, az egyik az oda nyúl, megfogja a nyelvet, kihúzza és megszúrja a tőrrel, ne pofázzál. Teni, nem vagyunk, így úgy, nincs semmi baj. És a többiek ezt viszik el a tömlözbe. A tömlözbe kerülve, három nap múlva kiengednek titeket.
miszerint megvizsgálták a szituációt, egyértelmű, hogy ti voltatok azok, akik végül elpusztították Varándult. Viszont a király halott, és most az országnak gyászolnia kell. Úgyhogy amíg a vérasztás volt a király halálos ágyánál, hát égetés a mágián, nem mágián, hanem a... De, végülis mágián. Való égetése utáni két nap kellett arra, hogy akkor ez egész szépen lenyugodjon náluk is. Kiengedteket a börtönből, közlik veletek, hogy tudják, hogy nem vagytok bűnrészesek, de tény, hogy nem szívesen látnak titeket a kastélyban, főleg, hogy a királynak a fia lett ugye most az új király, és tisztában van azzal, hogy ti hoztátok be ide Varándult, és még ha nem is szándékosan, de bűnrészesei voltatok a szitunak, ezért határozottan kérnek meg arra, hogy Suzailtól maradjatok távol egy kis időre, pár évre. Hello! Én örülök, hogy ennyiben megmusztunk. Teljes mértékben. Kívánságom jöhetne. Ezért elfélelne, most ott a király, az új, és segítettük a tolmónak. Például, ne próbálhatok meggyőzni róla az öröket, hogy vezetek meg a királyhoz. Szerintem ez egy nem jó ötlet. Te ötlet érdekel. Miről beszélsz teljesen? Az a baj, hogy sajnos az alapján, ami van, én megpróbálom meggyőzni. Jó. Bármennyire is tűnik logikátlannak, de a karakter az nem lükszik ezzel. Rendben. Dobhatsz még egy diplomáciát, és kapsz el plusz kettőt, mert az elmúlt két napban volt időt átgondolni az egészet a szituációt, a reakciókat. Igen. Amúgy azért ez érkezik. Hát előveszem a... Még egy nap egy... Amúgy várjátok, hogy a... Semmi extrát nem szeretnék csinálni, egy láthatatlanságot azért magamra varázsolnék. Tehát, hogy ha bármi más nem lehet, azért azt mindenképp. A legutóbbi három nategy az Gábor. És ebből kettő a diplomáci, csak mondom. Jó, szerintem beleharap a saját nyelvébe a sebbe, jó? És elszapogatja meg. Hát megpróbálod őket meggyőzni, de hát nem ez a... Úgyhogy még egy hónapra börtönbe vetnek téged. Utána engednek ki onnan, és így kiletnek, így taszítanak gyakorlatilag a Suzail kapuján kívülre. Zseniális. Ja, hát kalandozok itt véget ért. Ennyi. Egyébként hozzá kell tenni, hogy eléggé éppen hogy sikerült megmenteni az egész királyságot. Mert hogy Varándulnak a medálja, nem véletlenül világított ugyanúgy, mint a trón. Ez egy ősi, több száz éves erekje a kettő együtt. És azzal, hogy megölte a királyt, azzal most így tulajdonos nélkülivé tette a trónt. Aki következőnek belerül a trónba, azt fogja a trón saját tulajdonosának nevezni. És ha ugyanaz a tulajdonos a trónnak és a medálnak, akkor a tróntól, mennyit írtam, 5000, nem, 1000 mérföld távolságban, bocsánat, 100 mérföld távolságban mindenki tudatosan el fog ismerni téged, mint királynak, és követni fogja az utasításodat, mint egy királynak. Ami nekem igazából az utolsó cselekvés, hogyha nem gyaksz le. Igen, konkrétan. Az annyi lett volna, hogy tiétek. És így odaadom a izét. Jó, személyesen neki csak annyi volt a célja, hogy meghalljon a király, viszont amiről csak később szereztek tudomást, hogy a király halálának pillanatában a Suzailtól nagyjából egy napnyi, két napnyi földre járó útra, illetve onnan egészen Kormir határáig, mindenhol, ahol Varándul seregeivel küzdött a nép, az elhullott katonák, zsoldosok, goblinok szépen feltámadnak, mert hogy Sirindi, vagy hogy hívják a... Szájrik egy ígéretet tett Varándulnak, miszerint ha megölöd nekem a királyt, én visszahozom a sereget. Úgyhogy Kormir következő pár hónapja a halálból feltámadt zsoldosok, banditák, goblinok és egyéb fölmedvények elleni küzdelemmel telik. Én szerintem teljesen egyetlen egy dolgot tudok mondani az orknak ezzel a dolog kapcsolatban, hogy szerintem meggazdott. Szóval ez jó gyerek. És igen.
Igen. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt a D&D 3.0-ás kaland. Nagyon szépen köszönöm a részvevőknek, köszönöm Attilának, hogy jött és játszott velünk. Köszönjük Dante-nak, meg Kugurának, hogy jöttek, és hogy a lényegesen több D&D 3.0-ás tapasztalatokkal segítették a játék folyamát. Bocs, éreztem benne az iróniát, nem? Igen, nem, lényegesen sokkal több tapasztalatok van benne. Mi viszonylag hamar átértünk a D&D 3.0-ról a mágusra, és onnan pedig a 5.0-ra. De hogy nagyjából így néz ki a játék, illetve köszönöm Kugurát, hogy cinkosan volt ebben a kis... Még egyszer nem leszek JK gonosz. Igen. Mondjuk élveztem. Elég volt ebből egy. Igen. Ja, hát nem lett egy túlságosan happy end feltétlenül a végét, de azért remélem, hogy élveztetek a játékot. Mi gazdagok leszünk, nekünk elég. Ja, úgyhogy tényleg köszönöm szépen mindenkinek. Ha van bármilyen véleményetek, észrevételetek, akkor jöhet le kommentbe. Biztosak vagyok benne, hogy vannak dolgok, amiket rosszul játszottunk. Mert hát ugye nem tegnap játszott a 3.0-val senki. Viszont azért érdemes a 3.0-át megnézni, mert az ténylegesen elérhető magyarul, hivatalosan is. Fizikai könyvekben is megjelent, úgyhogy azt már mondjuk elég nehéz megszerezni. De könnyebben meg lehet szerezni magyarul, mint egy 5.0-át, most még. Mi az 5.0 is jön hamarosan magyarul, mire ez a videó kimegy, addigra már könnyen lehet, hogy ki is jött. Úgyhogy, hát jó játékhoz mindenkinek. A D&D-hez is, meg minden máshoz is. Illetve csekkoljátok a Patreon oldalunkat, nézzétek meg, hogy miket tudunk nektek ott ajánlani. Illetve most azonnal a szokásunkhoz szíven fogunk felvenni egy azonnali véleményezőt, kibeszélőt, ami a Patreonon a 10 dolláros támogatóknak már ma elérhető lesz. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet! Még egyszer köszönjük nektek, hogy eljöttetek és részt vettetek ebben, és hát akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok, galambfanok!